Vasárnap délután a régió több településéről, Pakstól kezdve egészen Szalk-Szentmártonig érkeztek néptánccsoportok a 3. Pünkösdi Rózsa gyermeknéptánc találkozóra. Az eseményen 8 csoport 9 koreográfiáját láthatta a közönség. Szerintem tetszeni fog sok embernek a műsor, amit előadtunk mi, meg a többi csoport is. A találkozó a Városháza téren kezdődött egy táncforgataggal, majd májusfát is állítottak. Az élőzenés néptánc műsor 2:30-kor kezdődött, amelyen a legkisebb vasas tagok is szerepeltek. Természetesen, mivel ők a legapróbbak, így gyerekjátékokat fognak látni a nézők, és azért már belecsempésztünk egy kis dunántúli ugrós anyagot is. A néptánc találkozón nem csak a különféle táncokat mutatták meg a gyermekek, hanem népi játékokat is elhoztak a közönségnek. Búzai, illetve hajdúsági koreográfiát hoztunk, az idei évben ezzel foglalkoztunk, illetve korosztályban az utánuk következő életszakaszból jöttek kicsik. Az egyikükkel egy korsó mesét, rábaközi táncokat táncolunk, a másik csapattal pedig a kenyér sütés fortéjait összegeztük egy koreográfiában. A néptánc találkozó nem verseny, nincs zsűri sem, a célja az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat és örömüket lejjék a mozgásban. Viszont minden együttes külön ajándékcsomagot vihetett haza, hogy így emlékezzenek a különleges eseményre. 8 csoport, 9 koreográfiáját láthatjuk, ez összesen 192 táncost jelent, élőzenés a műsor, hiszen a Kóborzengő zenekar idén is elfogadta a meghívásunkat. El kell mondanom, hogy a Csóri Sándor program keretében, tehát a Csóri Sándor programban nyert Nemzeti Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázati támogatásból valósulhatott meg a zenekari rész, az összes többit pedig szponzorokból, illetve a fenntartó munkásművédési központ biztosította. Az 1952-ben alakult Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes nemzetközileg is elismert csapattá nőtte ki magát, számos nívós eredményt tudhat maga mögött. A már hagyományos Pünkösdi Rózsa gyermek néptánc találkozó pedig ismét elérte a célját, hiszen remek hangulatban telt, a gyerekek pedig közelebb kerültek a néptánc művészetéhez és a mozgás szeretetéhez.